Üzengetés helyett inkább lobbizni jár, döntéshozókkal tárgyal, mondta Kőváry János tábunknak, aki Baranya Egyeszernyő egyéni választókerületében indul az országgyűlési választáson. Olyan közlekedési fejlesztésekben tartott megbeszéléseket, amik meghatározhatják a megye gazdasági jövőjét is. Mindannyian úgy érezzük Pécset, a gazdaság szereplői különösen úgy érzik, hogy valahol még mindig a zsáktelepülés vagyunk mi Pécs a gazdaság szempontjából. Idáig elér az M60-as autópálya, de itt meg is áll. Úgyhogy egyik legfontosabb teendő, hogy ezen változtassunk. Itt jó hírként tudom mindjárt mondani, hogy az M60-as Szigetvárig tartó szakasza, az gyakorlatilag engedélyezési eljárás alatt van, tehát gyakorlatilag ebben az évben Nagyvastagy megkapja az engedélyt, és közbeszerzés után el tud kezdődni az építése. Az M9-es gyorsforgalmi út a Balatont, illetve Kaposvárt köti össze. Döntés született arról, hogy ennek az útnak a nyomvonala Szigetvár és Pécs irányában lesz kijelölve. Korábban Dombóvár, Szekszárd irányról beszéltek, de ez most megváltozott, tudta meg a politikus. A Budapest-Pécs vasúti közlekedésről is tárgyalt a MÁV vezetőjével. Azt kérte, hogy rövidebb menetidő elérése legyen a cél ezen a szakaszon. Megfelelő pályát sikerül végig kiépíteni a következő 4 évben. Hogy versenyképes idő alatt, 2 óra alatt nagyjából Pécsre lehessen érni. Azt mondta, hogy erre ő nyitott. Vannak olyan szakaszok, amik erre még nem alkalmasak, de az a cél, hogy 120 km/h sebességgel lehessen végig közlekedni. A pécsi távolsági buszpályaudvar felújításáról is beszélt a cégvezetővel. Ez a beruházás is megvalósul a következő 4 évben.